Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Szombathely Ma című közéleti magazinunkat látják, melynek mai adásában a sport lesz majd a főszereplő. Műsorunk első részében a sport és a show kapcsolatával foglalkozunk egy picit. Ugye most ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát a Derkovics Gyula Általános Iskola. Megtartották a hagyományos sportnapjukat, melynek keretében egy show műsort is rendeztek. Egészen pontosan Gadó András tartott egy kamion húzó showt. Természetesen mi is ott voltunk, és erről készítettünk önöknek egy összefoglalót, amit műsorunk első részében láthatnak majd. A műsorunk második részében pedig egy beszélgetést hallhatnak, láthatnak, melynek témája a sport és a tudomány kapcsolata. Többek között arról is szó lesz majd, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint már arról is lehet beszélni, hogy milyen sportág lehet leginkább alkalmas a gyermekeink számára. Enyhe túlzással élve tudományos alapon lehet sportágat választani a gyermeköknek. Emellett pedig többek között még azt is meg lehet csúnya szóval élve jósolni, hogy mondjuk milyen magas lesz a gyermekünk. Én azt hiszem, hogy ez a legtöbb szülőt ez a téma érdekli, sőt, mind a két téma érdekli, hogy milyen sportágat választunk, és mondjuk, hogy milyen magas lesz a gyerkőc. Már csak ezért is érdemes lesz a mai napon velünk tartani, és akkor, hogy ígértem, kezdjük a Derkovics Gyula Általános Iskola jubileumával. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a Derkovics Gyula Általános Iskola. Az 50 esztendős jubileumra tekintettel azonban egy kicsit átalakult a szokásos forgatókönyv. Volt olyan programelem, ami különböző okok miatt elmaradt, ugyanakkor volt olyan is, ami pluszként jelentkezett. Egyetlen egy gondunk van, hogy egy tanárdiák meccset is mindig szoktunk ilyenkor rendezni, de sajnos ma a legjobb játékosunk a török riál testnevelő megyedöntőn van pici fiúkkal, úgyhogy most elhalasztottuk ezt a tanárdiák meccset, és a diák önkormányzati napon tartjuk meg. A gyerekek nagyon szeretik ezt, mi ezt mindig úgy oldjuk meg, hogy önállóan maguk vesznek részt, körülbelül 15 helyszín van, és pontokat szerezhetnek az osztályuknak. És a végén létszámarányosan kiszámoljuk, hogy melyik osztály szerzett a legtöbb pontot. Nagyon tréfás, egyszerű, de van közben nehéz is, kötélmászástól kezdve, rögbilabdával célbarugás, rakétával célbadobás, slackline ilyen kötélhidon kell átmenni. Focizhatnak a fiúk, és ezzel pontot szereznek az osztályuknak. Az elején nagyon féltünk, amikor ezt még pár évvel ezelőtt bevezettük, hogy milyen aktívak lesznek a gyerekek. Hát hál' Istennek az a gondunk, hogy amikor letelik általában az a másfél-két óra, akkor még alig akarják abba hagyni, és rengeteg pontot szereznek az osztályuknak. Az idei sportnap leglátványosabb eleme egyértelműen a kamionhúzó bemutató volt. Gadó András, aki egykoron a Derkovics iskola padjait koptatta, hol egyedül, hol pedig gyerekekkel közösen mozgatta meg testi erejét felhasználva a hatalmas monstrumokat. A sporttanszék ugye az iskola 50 éves fennállásának alkalmából Derkovics hét keretében a sportnapon kért fel arra, mint volt Derkos diák és a Reménydi alapítója, hogy tartsak egy ilyen bemutatót, ugye én ebben a sportágban tevékenykedek itt a megyében, és ez alkalomból jött ez a felkérés, illetve bemutató. Kérleteked erre külön készülnöd, vagy ezek a dolgok, ezek a kaminos dolgok, ezek a versenyben is szerepelnek, hogyha az ember csak előhúzza és csinálja? Hát készülni sajnos nem tudom, nincsen kamionom, de az erős ember versenyeken 70%-ban jelen van ez a versenyszám, így azért ott van az emberben, és nem jelent akkor a plusz készülést, hogy ilyen bemutató alkalmával külön kell készülni. Tudjuk azt ugye, hogy 103 kiló vagy, ahogy megtudtuk itt a bemutató keretében. Ez a kamion 19 tonna, ez bődletesen nagy különbségnek tűnik. Hogyan lehet ezt elhúzni? Ugye fel lett építve ez a show, bárhol vagyunk, a bemutató kapcsán 7,5 tonnával kezdtünk a traktorhúzó résszel, utána rákütöttük a vontatmányt, ami kiegészítette plusz 8 tonnával, ugye úgy már 15,5 tonna volt, a végén pedig ugye 50 diák felszállt, jelképesen az 50 évet jelképezve, ez pluszba 2,5 tonnát kitett, tehát 18-19 tonna volt ez a súly. Az én testsúlyomhoz mérten ez mindenképpen nagy súly, hisz az erős ember versenyek alkalmában én sajnos hátrányban vagyok. 103 kiló vagyok, 130-140-160 kilós testsúlyra rendelkező versenyző sokkal könnyebben megmozdítja a kamiont. Ekkor a súlyt még soha nem húztam, egy kis betámasztásos segítség most kellett, de nem volt egyszerű. A látványos bemutató után a diákokat 15 helyszínen várták különböző nehézségi fokozatú feladatok. Volt, ahol focizni, kosarazni lehetett, de olyan állomás is akadt, ahol kötelet kellett mászni, avagy éppenséggel gólyalábakon lehetett egyensúlyozni. A lényeg ebben az esetben a mozgáson, a szórakozáson volt. Főként nem kell tanulni, nagyon jó a hangulat. Ezt minden évben megrendezzük, és sokféle sportot ki lehet próbálni. A mi iskolánk főleg nagyon szereti a sportot, szerintem az összes gyerek.
És hát főleg, hogy van egy ilyen nagyon jó kamionsó, ez teljesen jó. A Derkovics iskola jubileumi sportnapja remekül sikerült, szinte az összes diák tevékenyen részt vett a programban, a kamionhúzó bemutató pedig biztos, hogy maradandó élmény lesz valamennyiük számára. Kedves nézőink, akkor ahogy ígértem, műsorunk második részében a sport és a tudomány kapcsolata lesz majd az, amiről beszélgetünk. Kedves vendégeinkkel, mégpedig Ihász Ferenc professzor úrral, az ELTE Szovár Egyetemi Központjából, valamint Gecsek Krisztián ügyvezető úrral, a Csimborászó Egészség Központ első emberével, hogy így fogalmazok. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét! Professzor úr, szúró szemmel nézett rám, enyhe túlzásba estem akkor, amikor azt mondtam, hogy tudományos alapon lehet megjósolni azt, hogy milyen sportágat válasszunk a gyermekünknek, vagy azért a tényleg a tudomány jelenlegi állásában már nagyon sok olyan információt adhat egy szülőnek is mondjuk, hogy milyen irányba terelgesse azt, ami számára a legfontosabb, azaz a gyermekét. A tekintetem egyébként is szúrós, tehát nem a gondolataim tükröződnek az én szúrós tekintetembe, de amit ön elmondott, az tulajdonképpen egészen közel van az igazsághoz. Valóban van lehetőség arra, hogy különböző módszerekkel képesek legyünk arra, hogy valamilyen szinten, bizonyos pontossággal meg tudjuk becsülni azt, hogy egy gyermek az alkatánál fogva, a várható testmagasságánál fogva, az alkatán belül az optimális állapotát feltételezve, milyen testösszetétellel és így tovább rendelkezzen. Ezek jelentősen segíthetnek bennünket abban, hogyha a szerkezet optimális, mármint amit az előbb említettem, és ehhez a funkcióval és a motorikus képességek is ilyen értelemben optimálisak lehetnek. Tehát a kérdésére a válaszom, igen, van lehetőség. Sárna Zignek most már ugye nagyon sok sportegyesület is van, amelyik a tudományhoz fordul segítségért, és ha jól tudom, akkor önökkel is van egy szerződés, amelyet a Haladás VS-e kötött, és ennek keretében a srácok, a sportolóknak egy jó részét, vagy esetleg valamennyiüket egy olyan vizsgátnak vetik alapján, ami mindenképpen mind az egyesületnek, mind pedig a gyermeknek a hasznára válhat. Alapvetően igen, egyre inkább tudományos szemlélet kezd, hála Isten, a sport vezető körében, illetve bennük megfogalmazódni. Több sportszervezettel van egyébként megállapodásunk, különböző sportágokban, kosárlabdától a focinát, futszálig több helyen. Igazából a Haladás VS-nél is így kezdődött, tehát maga a sportrehabilitáció volt az, amilyen célból az alapvető együttműködésünk kezdődött, tehát az akut sportsérülések ellátása és a lehető legkorábbi rehabilitációja. Aztán a Haladás VS-n belül, hát részben személyes, mondhatom, hogy személyes jó kapcsolatoknak, illetve vezetők fogadókészségének köszönhetően elkezdtünk, vagy legalábbis igyekszünk bevinni egy másik szemléletet, amire ők vevők voltak. Történetesen azt, hogy lehet rehabilitálni valakit, fontos nyilván a rehabilitáció és a sportsérülések, de legalább olyan fontos az, hogy a teljesen mindegy a szakág, sportágtól függetlenül tudatosan neveljük a gyermekeket, az utánpótláskorú sportolókat. Ennek azt gondoljuk, hogy az első és legalapvetőbb része, hogy ezeket a gyermekeket, pontosabban a sportolókat most már mérni kell. Tehát nyilvánvalóan mérni kell, nem csak egyébként a testtömeget, testmagasságot kell becsülni, hanem igyekszünk, illetve hát lehetőség van abban is segíteni, hogy a mérések mellett milyen edzésprogramot, kit milyen irányba kellene, vagy legalábbis lenne javasolt terelni. Úgyhogy így indult a Haladás VS-ével ez az együttműködés, illetve hát köztünk a professzor úrral, aki végül is ezt lehetővé teszi a szakmai hátterét, hogy ezt azon a szinten meg tudjuk tenni, amilyen szinten elvárható. Én megmondom őszintén, hogy ugye az én gyermekem is beleesett ebbe a projektbe, hogy így fogalmazzak. Ő mondjuk 15 éves, az ő esetében már olyan nagyon sok mindent szerintem a sportág választásával kapcsolatban ezek az eredmények nem befolyásolnak, mert már nem igen van arra szerintem reális esély, hogy ő új sportágot válasszon, másrészt pedig nagyon szereti a jelenlegit, a futszát. Professzor úr, az ön véleménye szerint mikor van az a kor, tehát amikor érdemes mondjuk egy ilyen vizsgátnak alávetni a gyermeket azért, hogy tényleg a konkrét sportágválasztásban segítségére legyen akár a szülőknek, akár a sportolni vágyó gyermeknek? Ennek vannak objektív követelményei. Egyrészt
A legfontosabb az, hogy a csípő szélessége haladja meg a 19 cm-t, hogyha nem haladja meg, akkor a program nem dolgozik, tehát akkor nem lép tovább a program, ha úgy tetszik. Ilyenkor ezért kegyes csalásokat szoktunk elkövetni, de főleg inkább retardált gyermekeknél, tehát a jó értelemben, mert retardált gyermekeknél, akik azt egyébként utolérik a társaikat. Tehát egyrészt van egy objektív követelménye. Elnézést, hogy közbeszólok. A retardált ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a korosztálytól egy picit elmaradt testi fejlődés szempontjából? Így van, tehát a születési életkor és a biológiai életkor nem esik egybe. Ugye van az accelerát, hogyha igen, így van, így van, ahol általában egy év különbségnél gondolkodunk el, hogy akkor hogy is lépjünk tovább. Tehát ha ők valamilyen szempontból retardáltak, akkor az egy dolog. Tehát még egyszer, egyrészt a csípőszélessége, másrészt pedig a 8 éves kor az, amikor az első mérést el lehet követni. Azt azért szeretném elmondani, hogy minimum évenként nem árt ezt megismételni. Azt szeretném azonban egyértelművé tenni, hogy a gyermek az alkattípusán belül fog változni a következő mérések tekintetében is, de az alkattípusát nem fogja tudni átlépni, tehát az egyik alkattípusból nem fog átlépni a másik alkattípusba, hiszen ez egy genetikai meghatározottság, de azon belül lehet optimális. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor egyszer voltak ugye antropometriai mérések, és utána pedig volt egy felmérés az egyesületen belül is. Mi a kettőnek a lényege, miért kell mind a kettőt megcsinálni? Hát egész egyszerűen szakmai indokai vannak. Tehát az antropometriai felmérés az egy első lépés. Tehát itt a testi adottságoknak, illetve a várható testi adottságoknak az elemzése történik. Nyilvánvalóan, ahogy a professzor úr is mondta, nem egy mérés alapján, legalább évente. Legideálisabb lenne, ha jól tudom, fél évente ezt elvégezni, de szakmailag megfelel az évente való elvégzés is. Na most ez ad egy képet, ez ad, lesz elől majd szó bizonyos számértékeket és egy nagyjáboli irányt, milyen testalkat várható, illetve nagyjából mik azok a paraméterek, amik várhatók. Ugyanakkor egy gyermeknek az adottságát a sport iránt, vagy a rátermettségét nyilván nem csak alkati típusok határozzák meg, illetve nem csak az adott méretek, szám szerint méretek, hanem nyilvánvalóan az is meghatározza, hogy mennyi esze van hozzá, mennyi logikája van, egyébként milyen gyorsasága van, milyen súlypont emelkedése van. Tehát mindenképpen szükséges az antropometriát egyéb pályatesztekkel és egyéb mérhető paraméterekkel kiegészíteni. Ezt javasoltuk is, illetve ezt a haladás VSE-nél el is végezték a professzor úr együttműködés vagy konzultáció mellett, aminek hát megvannak az eredménye. Tehát magyarul a komplexitás az nem az antropometriában rejlik, hanem ez csak egy lépés, egy töredék, amit megtettünk, de azóta már aztán elvégzésre kerültek az egyéb mért eredmények meghatározásai, amik együttesen határozzák meg, vagy legalábbis együttesen képviselnek egy irányt, hogy mégis merrefele, és ha arra fele, akkor miért arra, és milyen módon. Nagyon sokszor beszélgettünk már itt a televízióban, és akár gyakorló testnevelő tanárokkal, hogy mennyire vonul be a tudomány most már a sportba. Ugye ennek az útja általában úgy szokott lenni, az amerikaiak kitalálnak valamit, az bejön általában Németországba, és Németországból jön kelet felé. Ez az önök esetében, tehát ezeknél a vizsgálatoknál hasonló utat járt be, és hát lényegében milyen fázisban vagyunk jelen pillanatban, mert nagyon jó, hogy mi most erről beszélgettünk, de én megmondom őszintén, hogy egy-két évvel ezelőtt még ezekről a vizsgálatokról még én sem hallottam. Hát ugye azt mondom, hogy az alkattípus meghatározása 1960, 1980, tehát ezek a tudós csoportok akkor hozták létre ezt a módszert, akkor viszonylag könnyű fejszámolással látjuk, hogy ez több generáción keresztül, itt van, itt volt. Nem, az út az sok mindenben valóban Németország közbülső állomás, nem ez. Ez ráadásul a módszerek egy része amerikai, a másik része akár kelet-európai. A testtömegre vonatkoztató zsír meghatározása, az például csehszlovák, ha úgy tetszik, Pariskova nevéhez fűződik. Tehát ha úgy tetszik, akkor itt is történnek dolgok, mármint Kelet-Európában.
De valóban, mivel az angol nyelv a hivatalos tudományos nyelv, ezért az információk megszerzése és az információknak a megjelenítése az valóban a tengeren túlról indul, és aztán érkezik ide hozzánk. Nagyon régóta működik ez a dolog. Budapesten az akkori klasszikus sportiskola, ami most a Nemzeti Utánpótlás, vagy NUPI, vagy NUSI több neve is volt már, de azt mondom, hogy a Testnevelési Egyetemen ugyanúgy több szakember is dolgozik, és hát ebből az alomból való vagyok én is, ha úgy tetszik, akkor azt mondom, hogy ez már régóta itt van, ezt már régóta használjuk, csak, és aztán egyszer-egyszer megjelenik, aztán eltűnik. Az elgondolkodtató inkább tulajdonképpen az, hogy miért nem válik ez rendszeressé, mármint hogy következetessé, rendszeressé, dokumentálhatóvá, átláthatóvá, használhatóvá. Magyarul tehát, ha egy gyermek 8 éves korától folyamatosan mérjük, és 16 éves lesz, vagy eladó sorba kerül, mármint hogy pénz kaphatunk érte, mert egy kiváló tehetség, akkor nem azt elmeséljük, hogy ez a gyerek olyan ügyes, hogy aztán, hanem tessék itt a pedigréje, 10 éven keresztül ez történt, és ennek alapján ezek a tudatos fejlesztések történtek. És akkor innentől kezdve a dolgot nem kell megmagyarázni, hogy miért fontos. Egyébként, doktor, minek voltak a visszajelzések mondjuk a szülők részéről, mert ugye mi is úgy ismerkedtünk meg annak idején, hogy volt egy előadás, amit önök tartottak, konkrétan az antropometriai mérésekkel kapcsolatban, és én ott úgy láttam, hogy a szülők hihetetlenül érdeklődve hallgatták ezeket az adatokat, a professzor úr előadását, és nagyon sok mindenben kérdéseket tettek fel, kíváncsiak az emberek erre. Azt gondoljuk mi is, tehát ezek az előadások, amin találkoztunk mi is, azért ezek eléggé interaktívak voltak. Valóban voltak kérdések. Biztos, hogy volt egyébként gát bizonyos szülőkben, mikor látják az eredményeket, nem biztos, hogy ezt nyíltan szeretnének erről továbbiakban beszélni, de ettől függetlenül számtalan olyan kérdés érkezett, ami azt gondolom, hogy előremutató és érdeklődésre de utal. Ugye mi nagyon, vagy különösebben közvetlen kapcsolatban a szülőkkel nem kerültünk, hiszen azt az elvet vallottuk, hogy nekünk az együttműködő partnerünk a Haladás, illetve a Haladás VS-e. Igyekeztünk mi a feladatot úgy elvégezni és úgy átadni az információkat, ahogy szerintünk korrekt volt, és akkor nyilván többit alapvetően a közlését azt a vezetőkre bíztuk, de amennyi visszajelzés érkezett, mert azért nyilván beszélgettünk mi is szülőkkel, én azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatás. Különösebben rossz visszhangot mi nem hallottunk, sőt utána is jó pár gyermek megjelent, illetve szülő még nálunk is, nem a VSE keretein belül, aki továbbiakban érdeklődött és tovább lépéseket kilátásba helyezett. Na akkor egy picit, hogyha megengedik, menjünk bele a részletekbe. Itt van egy ilyen antropometriai mérési lap, jó fogalmazok, mérési lapnak nevezzük. Kedves nézőknek elárulom azt, hogy ez az én egyszem gyermekem mérési eredményeit tartalmazza. Hogyha professzor úr megkérhetem, akkor egy kicsit menjünk bele a részletekbe, tehát hogy mi az, amit itt mérnek, és melyek azok az információk, amelyeket ezekből a mérésekből lehet majd szűrni. Tehát 24 adatot veszünk fel a gyermekről, tömegmagasság, csontszélességek, körfogatok, szélességi adatok, tehát válszéles, mellkaszélesség, csípőszélesség, és így tovább, illetve 7 bőredő mérünk, ami segít bennünket abban, hogy a test összes írjára tudjunk következtetni. A 24 adatot aztán tulajdonképpen elosztjuk, mert a különböző kutatók különböző tapasztalati képleteket hoztak létre nagy elemszám segítségével. Ezek a tapasztalati képletekbe behelyettesítve tudunk státuszt megállapítani. Így, ha azt mondom, hogy az alkattípus, ami tehát arról szól, hogy a gyermek milyen hajlammal rendelkezik a hízásra, hogy milyen hajlammal született a robosztusságra, vagy milyen hajlammal született a nyulánkságra,
amit egy másik klasszifikáció alapján úgy is mondhatunk, hogy ők piknikus, a atlétikus vagy a leptoszom, a alkatemélyhez aztán ugye a személyiség egyik is kapcsolódnak, illetve egy másik módszer, ami ezt megerősíti vagy gyengíti, illetve egy harmadik módszer, amit úgy hívunk itt, hogy Drinkwater frakció, ez Drinkwater és kutatócsoportja dolgozta ki, ami hát egyértelműen tudjuk, hogy a születéstől a mérés napjáig az a kronológiai kora, tehát hogy mikor született és akkor hány éves, amikor megmértük. Ehhez képest ebből a 24 adatból bizonyos adatok segítségével meg tudjuk állapítani, hogy aktuálisan milyen fejlettő, tehát a biológiai fejlettsége, illetve meg tudjuk állapítani, hogy milyen az ő, mennyi az ő becsült zsírtömege, izomtömege, csonttömege, illetve a egyéb anyagok, és ezeket ugye a testtömegre relativizálva, tehát meg tudjuk mondani a relatív értékeket, illetve 1-2 centiméteres pontossággal meg tudjuk becsülni, hogy váraton milyen magas lesz ez a gyermek. Az ön gyermekének az esetében ugye ez viszonylag könnyű volt, mert a gyermek a fejlődött, mert ugye ő egy pubertás gyermek, fiúgyermek, és innentől kezdve neki már csak egy posztpubertás korszak van, ami viszonylag rövid, és aztán belőle már fiatal felnőtt válik, bár legújabban úgy szól a fáma, hogy nem elképzelhetetlen valamilyen oknál fogva, és hát feltétlenül az életkörülmények jelentős javulásánál fogva, mármint hogy ha az életkörülmények optimálisak, a genetikai háttér vagy a genetikai predispozíció még optimálisabb lehet, mert hogy egy háború alatt, ha keveset eszik a gyermek, akkor ezek az optimális, nem ezek lesznek az optimálisak, de a genetikai háttere ott van, csak nem sikerült ezt realizálni. Itt viszont minden optimális, hála Istennek, reméljük, hogy még egy pár száz évig ez így is lesz, és innentől kezdve ez még optimálisabban fejleszthető magyarul, tehát csak azt szeretném mondani, hogy ezek így együtt, hát hogy mondjam, viszonylag megbízható információt adnak arról, hogy milyen szerkezettel, rossz szóval létezik a gyermek, mert a másik pedig, hogy ezzel a szerkezettel milyen minőségben old meg motorikus tevékenységet. Hogy a kedves nézőnek egy picit segítsünk azért, itt ugye a tetején van az a TTM, az a testmagasság, ugye 187 cm most a gyermek, ugye, 68,5 kg gondolom az a jelenlegi súlya. Ha már a centiméterekről beszéltünk, az a VTM, a kedves nézők a legalján látják, ugye 194,93 cm, tehát ez ott az a 2-3 adat, ami a leginkább leolvasható, az összes többi pedig olyan adatok, amiket ugye a vizsgálat során vettek fel professzor úr, gondolom a kollégáival, különböző körfogatok, méretek, redőkszáma, amiről beszéltünk. Így van, térszélesség, könyökszélesség, mellkas szélesség, mélység, tehát végig megyünk ebben az esetben a gyermek jobb oldalán, mert általában jobb oldalon megyünk végig. Ha jobb oldalon kezdtünk, akkor jobb oldalon megyünk végig. Na most, hogyha ezt megkapja bármelyik szülő, akkor milyen következtetéseket vonhat le? Én mondjuk boldog voltam, hogy ilyen szép száll a gyermek, meg még egy nőn is fog, úgyhogy a sportág választásában ez most jelen pillanatban ugye ő futszánozik, akár elmehetnénk abba az irányba, nagyon szeret kosárlabdázni, tehát a magassága lehetővé teszi neki mondjuk a kosárlabdát is. De hogyha egy ekkora gyermekről van szó, gondolom, akkor azért ez a testalkattal mondjuk a súlyemelés, az nem biztos, hogy ott van az ajánlott sportágok között. És gondolom a többi szülőnél is ezek a paraméterek nagyon sok mindenben befolyásolhatják majd a sportág, akár megtartását, akár váltását. Ez jelen pillanatban hogy néz ki, professzor úr? Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy előbb van a hímes tojás, és aztán van a tik. Tehát most jelenleg úgy van, hogy tegyük a kezünket a szívünkre, és hogyha a testnevelő, én az első bölcsődés szakmán test tanító és másik testnevelő, tehát a szeme döntő, és ha hívja a gyermeket, hogy gyere sportolni, akkor ő megy, de ezt nem előzi meg egy tudatos szelekció, hogyha úgy tetszik, de van egy szelekció, ami a szakember szemére
vagy a szem, az ő megérzése, vagy az ő szakmaisága, ami egyébként abszolút rendben van, hiszen testmese során látja a gyermeket, vagy a gyermeknek az óvodába is, ott is megnézzük. Az nagyon fontos lenne, hogy előbb, de ez persze hát viszonylag távol van a realitástól, tehát jó lenne, hogyha ezt megelőzni egy tudatos ilyen mérés, és aztán utána ennek a megerősítése, vagy ennek a nem megerősítése. Jól értelmezem, akkor először jó lenne egy ilyen vizsgálat, igen. És utána válaszunk sportágat, ne pedig miután már megvan a sportág, vizsgáljuk a dolgokat, és utána beszélgessünk arról, hogy ez most jó vagy sem. Így van, de ezt félbe mondom, mert ha visszaemlékezem a 20 éves testnevelői pályafutásomra, akkor még el nem kezdtem viszonylag több ismeretet összegyűjteni és óvatosabbá válni, addig én is nagyon bátor voltam és határozott, miközben fogalmam sem volt, hogy miért úgy döntök. Egyébként, doktor, ugye ezeknek a vizsgálatoknak, ennek az együttműködésnek nagyon sok nyertese van. Nyer az egyesület is, gondolom, nagyon sokat, már csak azért is, mert az edzők akkor a későbbiekben majd úgy tudnak hozzányúlni a gyerekekhez, akár egyéni foglalkozások keretében is, hogy az önök által adatott adatokat és esetleg olyan javaslatokat, amiket önök tesznek, azok figyelembe veszik majd akkor az edzők. Ezen mindenki nyer, tehát azt gondolom, hogy ennek illetve a megkezdett folyamatnak vesztese nincs, hátrány ezzel nem jár. Tehát ugye ez fontos hangsúlyozni, hogy ezek főleg az antropometria adatok, bizonyos adatok, amikről nyilván ki lehet ragadni egy-két testmagasság, testsúlyt, de mert hogy valóban nem mindegy, hogy kosaras, akkor 160 centi várható, vagy 190, tehát ilyen szempontból nyilván lehet egyszerűsíteni is, ugyanakkor ezek valóban csak adatok. Tehát az, hogy ezek milyen információtartalommal bírnak, ezt még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy ehhez egyéb mérések szükségesek. Tehát a motorikus tesztek mindenképpen szükségesek hozzá, és szükséges az edző, aki naponta a gyermekkel dolgozik, vagy testnevelő tanár, hogy egyébként milyen adottságai vannak ennek ehhez a sporthoz. Egy tény, ezzel nyilvánvalóan nyer a gyermek. Akár egy tudatos sportág választással, akár ha valaki abban gondolkodik, vagy ő tényleg úgy fut ki a karrierje, hogy profi sportoló lesz, és ezzel fogja keresni a kenyerét, és neki van egy ilyen pedigréje. Nyilvánvalóan nyer vele, nyernek az edzők vele, hiszen nekik segítséget tudunk nyújtani abban, hogy kik azok a gyermekek, akik talán egy picit több figyelmet igényelnek, és itt nem törődésre gondolok, hanem bizonyos értékekben, vagy bizonyos paraméterekben elmaradnak, nem csak az antropometriában, hanem a motorikus tesztekben, hogy kiket kell más módon fejleszteni, mint egy másik csoportot, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle. Tehát gyakorlatilag a szakember nyer, a gyermek nyer, és hát azt gondolom, hogy a mai, legalábbis a jelenlegi rendszerben és sport finanszírozásban azért ez most már egyre inkább érdek is lesz, hogy itt az utánpótlás nevelés, ha már ezt tesszük, akkor ez egyre tudatosabban és minőségében működjön. És azt gondolom, hogy utánpótlás nevelést ma már mérések nélkül, tervezett fejlesztések nélkül, képzés nélkül igazán magas szinten nem lehet művelni. Ha csúnyán fogalmazok, akkor lényegében az ön által elmondottakból arra is következtethetnék, vagy azt a következtetést is levonhatnám, hogy ez azért is jó, mert mondjuk az egyesületek és akár a szülők nem költenek tízezreket, százezreket, milliókat esetleg olyan gyermekre, akiből az Istennek nem lesz az, amit mondjuk választott magának. Hát ezt így élesen elkülöníteni, tehát ezt nem a mi dolgunk nyilvánvalóan meghatározni, hogy ki az, akire költenek és kire nem. Egy tény, aki, ha tudatos nevelésben gondolkodunk és utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, akiből nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy nem jó sportoló, vagy nem fog tudni úgy teljesíteni, mert ez alapján ezt még nem lehet megmondani. De ha bizonyos posztokat nézünk mondjuk, nyilvánvalóan, ha valaki nem elég magas az adott posztjához, és nem várható magasabb, akármit csinálunk vele, akkor se lesz, akkor teljesen természetes, hogy más irányba kell ezt a gyereket képezni, hiszen a gyermeknek sem lesz sikerélménye, eredményes sem lesz, ugyanakkor lehet, hogy ugyanabban a sportágban más poszton, viszont ő egy kiemelkedő játékos lehet. Tehát azt egyértelműen megmondani, hogy kibe fektetünk, és nem anyagilag, azt szerintem ez alapján nem lehet, de tény, hogy ha már tudatos utánpótlás nevelésről beszélünk, akkor valószínűleg a sportszervezeteknek is előbb-utóbb erre figyelniük kell, hogy ki az, aki aztán valóban egy kitüntetett figyelmet igényel. Professzor úr, igaz az a
bevett dolog, amit nagyon sokan mondanak, hogy és ezt nagyon nagy sportolók is mondták, hogy a tehetség és a genetikai adottságok egy olyan 15-20%, a 75-80 az meg a meló, a belefektetett munka, mert akkor általában az ember sikeres lesz, és ezt olyanok mondták, olyan labdarúgók, mint akár Pelé, Beckenbauer, vagy mondhatnánk más sportákban is nagyon nagy sztárokat. Nem igaz. De jó hangzik. De jó hangzik. Tehát ha átlagot nézünk, akkor a genetikai adottságok valóban 30-35% átlagosan, de van akinél 70, és van akinél meg 15%. Ez egyik. Ha Pelé és Beckenbauerről beszélünk, vagy Maradonáról, vagy a Messiről, ezekről mondjuk a Messiről, aki egy zseni, a Beckenbauerről, aki a saját posztján volt egy intelligens játékos, de sosem volt zseni szerintem, viszont gondolkodott is, intelligens volt, akkor az feltehetően, az valóban, de hogyha valakinek 10%-os tehát 10%-os a genetikai készlet erre, akkor ha belepusztul sem jut oda, ahol ahogy fölkapja a fejét valaki, vagy a világ fölkapja a fejét, vagy csak a faluban élők kapják fel a fejüket a hétvégén. És a másik oldalon pedig, aki rendkívül tehetséges, legalább annyit kell dolgoznia, mint a másiknak. És ez a kettő általában nem szokott egybeesni, mármint hogy a nagyon tehetséges esetében. A labdarúgás pedig egy kifejezetten érdekes probléma, mert minden egyes megmozdulás, vagy minden egyes sikeres megmozdulást, hogyha azt túlértékeljük, akkor meg személyiségzavart okozunk a gyereknek, és jelen pillanatban ezek a magyar gyermekek, akik hát a magyar labdarúgásban megjelennek, és az ő edzőik már 13-14 éves korukban valamifajta furcsa, érdekes személyiségzavarral küzdenek. Tehát nem tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés. Azon túl, hogy nem voltam, sosem voltam edző, röplabda csapaton volt általános iskolában, és ebből a szempontból elképesztően semmit nem érő edző voltam, mert mindent megengedtem, és egyébként meg semmit nem engedtem meg, és aztán ebből káosz lett és anarchia, de imádtuk, hogy játszhatunk. És azt mondom, hogy az egyik csapatomban csak cigány gyerekek játszottak, és mindent megtanultunk, amit lehetett. És egy mozdulattal olyat tett, amit soha senki nem tenne. Először azt gondoltam, hogy itt a világ vége, és utána meg rájöttem arra, hogy zseniális volt, amit tett. Tehát a kérdésére a válasz jóval nehezebb, mint ahogy azt gondoltam volna másfél perccel ezelőtt. Egyébként jó, hogy ezeket a speciális mozdulatokat említi, mert nemrég volt beszélgetés, én azt hiszem, hogy fél világ erről beszélt. A Ronaldo góljáról, amit rúgott a Juventusnak, hátrafelé ollózva. És akkor a legtöbben azt mondták, hogy hú, hát ez így baromi nagy dolog, de nekem az a gondolom, hogy ezt megtanulni, ezt nem lehet. Tehát erre születni kell. És akkor ez kapcsolódik az előző kérdésemhez. Szerintem pedig ő ezt tudja, megtanulta, csak ki az, aki elmeri vállalni, és ki az, aki nem meri el. Ha egy Ronaldo elvállalja, és ez bejön, ő az Isten. Hogyha nem jön be, a rossz indulatúak, mármint az ellenfél, ha idegenbe játszanak, ott egy nagy nevetés van, és kifütyülik, amit ő persze tudomásul vesz, de ezt vagy elvállalom, vagy nem, vagy tele a gatyám, vagy nincs tele a gatyám. Annyi elképesztő mennyiségű pozitív élmény érte a Ronaldót, gondolom én, hogy ezt simán elvállalja. Na bum, nem sikerül. Egy olyan játékos, akit kevesebb sikerélmény ért, feltétlenül ezt nem meri elvállalni, nem meri el, talán, de nem biztos, hogy igazam van. Elvállalta, berúgta, a Juventus szurkolói Torinóban megtapsolták.
Megérte elvállalni. Így van. De ez tényleg ehhez kell. Így műsoridőnk vége felé járunk, azért beszéljünk mindenképpen arról, hogy a továbbiakban, a folytatásban bármikor van lehetőség arra, hogy mondjuk magánszemély, és most nem reklámhelyezt tényleg, hogy az egészségközpontot reklámozzuk, bemehet, hogy ilyen vizsgálatokat elvégezzenek a gyermekénél, mert gondolom akkor ez a közös munka, amit önök jelenleg is folytatnak, ennek lesz majd jövője is. Jelenje is van, és jövője is lesz, reméljük. Nyilvánvalóan egyrészt adott sportszervezetnél is bízunk benne, hogy ez folytatódni fog, illetve kérdésre visszatérve, igen, tehát bárki bejöhet, bárkinek meg tudjuk csinálni az adott vizsgálatot, amit szeretne. Jelen esetben ugye nyilván inkább az antropometriáról beszélünk. Azt még azért hozzátenném, hogy van egy antropometria, van egy pályateszt. De azt is szeretnénk hozzátenni, hogy bármilyen tehetséges valaki, teljesen mindegy, pici gyerkőc, de olyan ortopédiai eltérései vannak, ami korrekcióra szorulnak. Teljesen mindegy, nébetegség, gerincfeldülés, nébetegség, lúdtalp. Ezek vannak, és ezek nincsenek felismerve és korrigálva, és a szó a korrekción van egyébként, mert ebben munkát kell rakni, akkor a legtehetségesebb sportoló sem lesz igazán nagy játékos, vagy nagy sportoló, hiszen állandóan panaszos lesz, és állandóan sérülni fog. Tehát azt gondolom, hogy az összkép úgy teljes, hogy mérjük őket alkatilag, mérjük őket tehetségileg, nyilvánvalóan céltudatosan neveljük őket, de az semmiképpen nem elhagyható, hogy ezeket az eltéréseket korrigáljuk, kiskorban korrigáljuk, illetve a kiskorban sérült gyermekeket megfelelőképpen rehabilitáljuk. Mert aki most nem 8-10-12 évesen nincs kellőképpen, vagy az adott ortopédiai eltérésekkel küzd, ő nagykorában sem lesz, ő mindig küzdeni fog a problémáival. Úgyhogy igazából mindegyik részmérésre, mindegyik adatra, vagy bármelyik adatra bárki kíváncsi, igen, be tudnak jönni, bármelyiket tudjuk mérni, illetve nyilván tudjuk fejleszteni is, hogyha erre szükség van, és igénylik. Utolsó kérdésként, professzor, van még egy 2-3 percünk, nyugtasson meg bennünket, hogy a magyar sporttudomány azért jóval előbbre tart, mondjuk, mint most jelenleg a magyar labdarúgó válogatott. Ha már annyit beszéltünk a fociról. Fú. Még a doktor úr beszélt, addig majdnem eldöntöttem azt, hogy bármilyen kérdést kapok, akkor nem arra válaszolok, hanem arra, amire gondoltam. Mondja a végén azt is, ugye? A következő. Mérhetünk mi, becsülhetünk, fejleszthetünk. Egy dolgot viszont tudomásul kell vennünk, azt, hogy jelenleg a gyermekek szabadjáték ideje naponta, ez a szabadjáték azt jelenti, hogy sem nem óvodában, semmilyen intézményes körülmények között, hanem otthon, amikor elhagyja az iskolát, mondjuk nem egész napos iskolában van, de ha mondjuk ott van, ezek a gyermekek, tehát a 50-es, 60-as, 70-es években 2-2,5-3 óra volt a szabadjáték, tehát a gyermekek egymás között játszottak, semmilyen felnőtt, semmilyen edző, semmilyen felnőtt nem volt a közelükben. Az udvaron nőttünk fel. Az udvaron nőttünk fel. Ha ez nem változik, akkor az minden a rehabilitációval kezdődik, vagyis azzal, hogy a szabálytalan fejlődés következtében a gerincoszlop, a tartóizmok erősödése és így tovább nem működik. Tehát fára csak azt tud mászni, aki elbírja a saját tömegét. Számítógép mellett nem igen izmosodnak meg, nem? Igen, de nem a számítógép a hibás. Tehát ha ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pótolni kellene, tudom, hogy a szülők dolgoznak, tudom, hogy megváltozott az életritmus, de hogyha ez nem változik, akkor nem tudunk mire építeni, hiába van mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelés képtelen, az iskola képtelen megoldani ezt a problémát. És akkor tehát szabadjáték, testnevelés óra, edzések, minőségi sport. És akkor ez az egység jelenthetné azt, hogy jobb eséllyel indulatunk, és akkor talán még egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy a magyar sporttudomány
számos dolgot követ, számos dolgot, dologban sok mindent lát. A magyar sportolománynak az a feladata, hogy amit megmér, azt fordítsa le magyar nyelvre, az edzők nyelvére, az edző pedig ne féljen tőle, hogyha le akarja fordítani, mert segíteni szeretne. És hogyha az edzőnek kérdése van, tegye fel a kérdését. Tehát sok mindent tudunk, és nagyon sok mindent nem tudunk, többet nem tudunk, mint amit tudunk, de az edző vállalja el, hogy ezt ő nem tudja, de mi elmondjuk, szívesen meg elmondjuk, és együtt működünk vele. Tehát dolgozunk teamben, egymás segítve, és akkor jó esély van arra, hogy akár a magyar labdarúgás is majd utolér, tehát valamilyen szinten utolér valamit. Jelen pillanatban nagyon-nagyon messze van attól, amit elfogadható színvonalak mondanak, de hogy ennek milyen okai vannak, azt nem hiszem, hogy nekem kéne elmondani, mert egyrészt nem értek hozzá, másrészt pedig megköveznek engemet. Én azt hiszem, hogy arra egy ilyen 35-40 perc, mint amit mi most beszélgettünk, kevés lenne, hogy mi ezeket az okokat összeszedjük. Mindettől függetlenül. Nem volt jó a végkicsengés, én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak hozzánk, és további jó és hasznos tevékenységet kívánok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, reméljük, hogy találtak műsorunkban olyat, amelyik feltétlenül érdekelte és önöket. Itt a Szombathelyi Televízió, nem sokára a híradó következik, majd tartson továbbra is velünk, viszontlátásra.